A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most egy vallomással tartozom, a mai beszélgetésnek van egy előzménye, méghozzá egy nagyon komoly előzménye. 5 esztendeje nagyon kedves barátunk, a kajak legenda Fidel Lászlóval együtt ott voltunk a Vitáklub egy rendezvényén, ahol a vendégem édesanyja és Fidel Laci, többszörös kajakkenu világbajnok, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok, tehát egy nagyszerű sportember, és a felesége megszólított, és bemutattak egy csodacsinos ifjú hölgynek, és arról beszéltünk, hogy pályaválasztás előtt áll, és mit javasolnék. Hogyan lehet elindulni egy olyan pályán, egy újságírói pályán? Nos, ez a valaki nem más volt, mint az ő lányuk, Fidel Fanni. Köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm, szervusz, hogy itt lehetek. És azóta ez bejött. Maradjunk ennyiben, hiszen televíziós műsorvezetőként, szerkesztő, riporterként dolgozol. Ehhez azonban nagyon-nagyon sok minden kellett. Tulajdonképpen reflektorfényben nőttél fel. Kezdjük azzal. Annál is inkább, mert amikor megszülettél, én azt gondolom, hogy a magyar sporttársadalom felsóhajtott. Hogy, és mindenképpen bizonyos volt abban, hogy egy olyan családban fogsz felnőni, ahol édesanyád és édesapáddal együtt egyrészt borzasztó nagy öröm volt, emlékszem még rá, a születésed, ahol aztán eleve elrendelés a siker. Mert hogy ez így volt. Nagyon sok munka kellett hozzá, nem vitatom, most hát erről fogunk beszélgetni. De hát ahhoz meg kell tudnunk, hogy az indítatásodat. Tehát gyermekfővel milyen kicsi lány volt Fanni? Én szerintem a legjellemzőbb, amit tudok mondani magamról és elmesélések alapján, a kíváncsi. Minden is érdekelt, és mindig is úgy neveltek anyukám még, hogy minél több mindent próbáljak ki, ehhez nagyon sok mindenben hozzá is járultak, tehát én nyilván nagyon nagy részét képezte az életemnek a sport, így úsztam, kézilabdáztam, egy napig balettoztam is, és utána ugye megtalált a kajak, vagy hát igazából ez érdekes, hogy megtalált-e, volt-e rajtam egy nyomás. Akkoriban én még egy kicsit talán erőltetésnek is éreztem, mert én amúgy érdekes, de nagyon sokáig egyébként nem fogtam fel, hogy nekem ki is az édesapám. Szóval otthon voltak az érmek, szép és fényes. Hegyekben. Igen, így egy dobozkában otthon voltak, de hogy egyébként én annál többet még nagyon sokáig nem is tudtam, ugye ez nekünk teljesen természetes volt, hogy apa jár interjúkra, mert hogy apa elért valamit, de hogy mit. Ugye ezt egy kisgyerek azért még nem tudja szerintem úgy felfogni, legalábbis tényleg nekem például azért viszonylag korán azért tudatosult, viszont az volt az egyik pillanat, emlékszem, amikor tényleg egy 5 éve körülbelül édesapám itt ült ebben a székben, és pont önnel beszélgetett. Úgyhogy vele is már azért jöttem el ide, mert akkor már nagyon tetszett ez a média világ, és megkértem, hogy hadd jöhessek el vele. És mikor tudatosult benned? Tehát, mert nyilvánvaló, hogy tehát egyrészt jó tanuló voltál. Mondjuk egy erős négyesnek. Erős négyes. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy azért odafigyeltél a környezetedre, a változásokra, mindarra, amit egy általános iskolás megtapasztal, amikor már kezd felnőni. De mi minden történt a középiskolában? Hát ugye viszonylag korán elkezdődnek az iskolában a pályaválasztási tanácsok és a kérdések, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Én egyébként sokáig pszichológus szerettem volna lenni, viszont, hogy őszinte legyek, és szerintem ebben nincsen semmi szégyelnivaló, én nem voltam kifejezetten így nagyon jó semmiben, szóval, hogy mindenhez értettem egy kicsit, vagy így mindenhez ugyanannyira, kivéve a reáltárgyak, azok azért nehezebben mentek, de egyébként magyar történelem faktus voltam, és így nem volt az, hogy én most nagyon-nagyon-nagyon szeretem a torit, és nagyon jó vagyok benne, hanem ez a tényleg ez az erős négyes kategória, és mivel hogy így nem volt ez a tipikus
kimagasló egy-egy területben, ezért úgy voltam vele, hogy inkább a készségeimre fogom építeni a karrierválasztást, és a készségeim között pedig ott van a kommunikatív, a szorgalmas, az ambíciózus, és ezeknek a társai, és azért úgy gondoltam, hogy ha már ezek így csoportosultak, hál' Isten bennem, akkor egy olyan munkát kell választanom, ahol ezeket 100%-ban kamatoztatni tudom. Volt olyan tanárod, aki megerősített ebben, hogy az a kommunikációs készség az hasznosítható a későbbiekben, ami benned volt? Abszolút. Egyébként ez már általános iskolában is az akkori osztályfőnököm, ő ment oda édesanyámhoz és mondta, hogy nekem valahol szónokolnom kell, de egyébként én általános iskolában nagyon sok ilyen rendezvényt konferáltam fel, ilyen kisebb iskolás rendezvényeket, a ballagás, akkor az évnyitók, évzárók, tényleg szinte majdnem mindenhol én beszéltem. Ez sajnos a gimnáziumban kevésbé volt így, mert ott nem is voltak azért ennyire nagyobb nagy rendezvények, meg ott inkább ugye a tanárok beszéltek, valahogy ez így jött ki. Viszont ott is azért már érződött szerintem ez, mert az osztályban is viszonylag sokszor én szólaltam fel előbb a többieknél, de ez nem azért volt, mert hogy középpontban szerettem volna lenni, csak nekem talán úgy előbb megfogalmazódtak néha a válaszok pont emiatt, a kommunikatívság miatt szerintem. És az akkori osztályfőnököm másodállásban pszichológus volt, vagy hát, hogy volt pszichológus végzettsége, és ő azt támogatta, hogy pszichológus legyek egyébként. Ő azt mondta, hogy ehhez lenne nekem tehetségem. Ennek volt valamilyen alapja? Igazából egyszer egy beszélgetés kapcsán én ezt megemlítettem neki, és onnantól kezdve elkezdett tesztelgetni, hogy olyan feladatokat adott nekem, vagy az osztálynál, emlékszem, ez nagyon megmaradt, hogy megkérdezte, volt egy ilyen feladat, hogy felrajzolt egy fát, és ki hogy helyezi el magát a fán, hova írnánk a nevünket. És miután mindenki felírta, például engem is megkérdezett, és utána odahívott az óra után magához, hogy ez a feladat ez nagyon jól sikerült, és nagyon támogatja ezt a pályámat. Viszont egy kicsit őszintén bevallva elkeseredett volt, amikor megtudta, hogy én a televíziós karriert választom, mert nagyon sokan nem is tudják pontosan szerintem, hogy mit akar a média világa, vagyis még ezekben a tipikus filmekből átvett tulajdonságokat ismerik, hogy ez egy sötét világ, pedig egyáltalán nem így van. Nos, hát nyilván, hogy nem így van. No, de mielőtt ezt folytatnánk, egyébként mi távolított el a pszichológiától? Hiszen azért én azt gondolom, hogy egy olyan humán érdeklődési ifjú hölgynek, aki ráadásul sok irányú tehetséggel rendelkezik, tökéletes pálya. Ez is érdekes, ez is a gimnáziumhoz kötődik. Nálunk volt egy ilyen rendezvény, hogy királyválasztás, ugye ez a gólyák avatásával egybekötött egy ilyen szórakozás hét, és itt ugye választanak minden osztály egy királyt, és ennek a királynak van egy programfelelőse, és itt igazából a feladatok nagy része az rám hárult, és miután egész héten át folyamatosan ötöltünk, hatoltunk, mentünk, rohantunk, hogy mi legyen és hogy legyen, hát sajnos nem nyertük meg, másodikak lettünk, de szerintem nagyon-nagyon jól sikerült egyébként a mi teljesítményünk, és valahogy, amikor ez a vihar itt elcsendesült, ott ültem az iskolapadban, és csak így bámultam magam elé, hogy éreztem valahogy, hogy nekem ezt kell csinálnom. Nekem nem szabad egy asztalnál ülnöm, nekem folyamatosan pörögnöm kell, és új impulzusok kellenek mindig. És érdekes, mert ugye ez 12. első fél évében volt, tehát fél évvel a jelentkezés előtt sikerült ezt eldöntenem, hogy akkor én mégis média. Kitől kértél tanácsot? Hát először ugye ez mindig ott volt a levegőben, mert én ugye újságíróként szerettem volna tevékenykedni, viszont azt valamiért elvetettem, mert egyébként nem is hittem benne, hogy ez összejöhet. És ugye anyukám még már tudták, hogy vannak ilyen indítatásaim, viszont ugye ők is azért eléggé féltettek ettől a világtól, ahogy említettem, mert ők sem nagyon tudták, hogy ez mikkel járhat az én életemben. És hát nyilván próbálnak óvni, mivel hogy egyke vagyok. De igazából... De a döntés felelőssége ott volt? A döntés felelőssége ott volt. Egyébként kitöltöttünk ilyen pályaválasztási teszteket, és ott is például újságíró jött ki az végeredménynek. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha nem is újságíró, akkor milyen lehetőségeim vannak még, és körbenéztem. Aztán rájöttem, hogy nem voltam sosem fotós, vagy hát későbbiekben próbálkoztam vele, de nagyon szerettem a filmeket, a tévéműsorokat, hát ugye nálunk kötelező program volt az esti híradó nézés.
és úgy voltam vele, hogy akkor sem hittem még benne egyébként, hogy sikerülhet, de úgy voltam vele, hogy mi van, ha mégis? És igen. És tehát igen. Így történt. De mi minden történt a tanulmányait során? Kik voltak azok, akik aztán elvezettek, hiszen A-tól Z-ig el kell jutni valakiben, függetlenül attól, hogy tehetséges-e vagy sem. Benned a tehetség megvolt, szépen beszéltél, szép vagy, odafigyelsz a környezetedre, tájékozott vagy, de ez még mind kevés. Hát igen, ide szerettem volna egyébként kiukadni, hogy hát a kezdő fal, amit nekem meg kellett döntenem, az édesanyámék voltak, hogy tudtam, hogyha az ő támogatásuk megvan, és megvan ez a családi összetartás, akkor bármire képesek vagyunk így együtt. Utána jött a nagynéném, érdekes, ő például a multik világában dolgozik, tehát azért neki is, vagy én nagyon sokszor szoktam tanácsot kérni tőle, mert ő HR-esként dolgozik, tehát azért elég jó emberismerő, és jól látja is az ilyen szituációkat. Őt is egyébként viszonylag könnyen meg tudtam győzni, mert ő is érezte bennem ezt az ambíciózus hozzáállást, és úgy volt vele, hogy nekem talán ez a pálya, ez így jól fog állni. És hát ezek után jött ugye, hogy akkor most már akkor ebben biztosak vagyunk, keressünk egyetemet. És igazából nem is a pályaválasztásnál, hanem az egyetemválasztásnál kaptam én nagyon sok tanácsot, például öntől is, azon a bizonyos vitáklubos eseményen. És én ennek a kapcsán megjelöltem ugye első helyen a Budapesti Metropolitan Egyetemet, második helyen a Corvinust, a kommunikáció és média szakot, és harmadiknak pedig a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és média szakát. Viszont érdekes, mert ugye ez a televíziós műsorkészítés szak, ez kettő egyetemen van, a Metun és az SFN. Viszont nekem az unokatestvérem pont a Metura járt, ugyanerre a szakra, csak ő operatőri irányba ment el, és én nagyon jókat hallottam tőle, és mivel tudtam, hogy én nagyon gyakorlatias ember vagyok, ezért én biztos voltam benne, hogy én azért is szeretnék a Metura menni, mert ott pont ezt a tanítási módszert követik, mert ugye szakmabeli tanárok vannak. Így is történt? Abszolút, abszolút így történt. Már az első fél évben, már az előkészítő, már az egyetem előkészítőn, ami még az egyetem jelentkezés előtt történt fél évvel, már azon olyan jó feladatokat kaptunk, hogy tudtam, hogy megtaláltam a helyem. Viszont nagyon fontos, hogy milyen szakirányt választ valaki. Ez mikor került felszínre? Az egyetemünk ugye úgy működik, hogy első évben mindenki össze van engedve. Nyilván. És egy év után ki tudjuk választani, hogy akkor ugye milyen specializációt szeretnénk. Van operatőr, vágó, rendező, dramaturg és az enyém, szerkesztő, riporter, kreatív író. De egyébként nekem nem volt kérdés. Tehát én tudtam már. Én így jöttem ide, hogy én ezt szeretném csinálni. Voltak a többieknél, akik vándorolgattak, meg helyeződtünk, ugye, de így elindultunk hétfővel. Íve van a történetnek, ki volt a mestered, aki az első pillanattól kezdve egyengette a pályádat, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy egy fiatal ideje korán megtanulja a megtanulhatót, de kapjon valami pluszt is. Szerintem ez egy elég váratlan válasz lesz, de nekem egyébként a párom. Esküszöm, a párom volt, és őszintén nem tudom, hogy mit kezdtem volna nélküle. Valószínűleg megtaláltam volna így is, úgy is azt az utat, ahol most járok, de nekem ő hihetetlenül sokat tudott adni, mert már nagyon korán megismerkedtünk az egyetemen. Ő volt egyébként a gólyatáborban a csapatvezetőm. És mit nem ad az Isten? Ő operatőr. Operatőr, és amint megtudta, hogy ugye abban a csapatban azt hiszem csak én jöttem erre a szakra, vagyis az egyik barátnőmmel, de mi nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot. És engem egyébként ugye nem csak hát nyilván fő szempont az a riporterség és az írás, de ugye egy riporternek nagyon fontos, hogy együtt tudjon dolgozni az operatőrökkel, és képileg ugyanúgy tudjon gondolkozni, mint egy operatőr. Szóval ez az ambíció, ez akkor is bennem volt már, hogy ezt a részt is meg szeretném ismerni, és ebben nekem ő rengeteget segített. És nyilván, hát én se úgy kezdtem, hogy akkor jé, itt az MTV, akkor itt én besétálok. Ez csak egy év után történt, de egyébként addig ő általa kipróbálhattam magam verkfotósként, forgatókönyvíróként, rendezőasszisztensként, adatmentőként. Mindig vitt magával, vagyis
Lépcsőfokról lépcsőfokra. Abszolút. Én szerintem amúgy a lehető legtöbb ilyen, inkább a filmes részt, tehát inkább a fikciós részt, de azt ott szerintem majdnem mindent bejártam igazából. Így kerek ez a történet nyilván, hogy mert nincs kétségem felőle, hogy a kvalitásaidat felismerték volna mások is, így viszont egyszerűbbnek tűnt, viszont korán sem egyszerű azért a magyar televízióban boldogulni, tehát az a tehetséggondozó program, amiben részt vettél, az nyilván sokat segített, viszont akkor is kell szakirányt választani. Tehát a televíziós műsorkészítésnek itt most és nem az operatőrségre, a vágó feladatokra gondolok, hanem a műsorkészítésen belül. Nagyon szeretem ezért is a Metut például, mert a tanáraink mindig hozzánk igazítják igazából a tantervet. Tehát nyilván van egy alap, amit jó, hogyha tudnak a diákok, mi az atmó, mi a demo, mi a hír, stb. De ezen kívül hozzánk feltettek kérdéseket, hogy fikció vagy nem fikció. Mert egyébként például a kreatív íráson ez is egy fontos dolog, hogy akkor melyikkel szeretnénk foglalkozni. Ugyanígy feltették a kérdést, hogy ki mit szeretne csinálni. Magazint, híradót, riportokat, stb. És amúgy megoszló volt, mert csak én vagyok egyébként híradós az én szakomból. Viszont, ahogy már egyszer ezt beszéltük, engem rettenetesen érdekel az, ami a híradó alapja. A híradó arról szól tulajdonképpen, ugye mindig a szerkesztés alapján az a fő szempont, az az első hír, ami a családunkat érinti. Tehát ugyan szerintem hallatszódik is az elmondott történetek alapján, hogy nekem rettenetesen fontos a család, és valamiért ez is vezérelt engem, hogy a híradó az pontosan erről szól, még akkor is, hogyha a struktúrája azért inkább a karrierizmus felé hajlik, ugye elég nehéz, vagy hát elég sok időt ölel magába, mert ugye egy napunk van elkészíteni egy anyagot, viszont ettől függetlenül tényleg minden olyanban része lesz az embernek, ami érint minden egyes nap minket is, és tényleg a legfontosabb elemei az életünknek. Az ember soha nem felejti el az elsőt, bármennyire is közhely, de igaz. Neked melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy igen, megérkeztem. Híradó. Hát ez két külön időszak volt egyébként, vagy két külön pillanat, mert az első, a legeslegelső egyénileg készített anyagom, az, hát inkább úgy, hogy azt már én szerveztem össze egyedül, mert ugye ezeknek nem csak úgy van, hogy jó, akkor csinálj anyagot erről, és akkor tessék, adunk neked 3 interjú alanyt, nem. Itt rettenetesen sok kutató munkát kell végezni, hogy kik tudnak megszólalni, van, hogy az adott valaki nem szeretne egyéb okok miatt, mert épp nyaral, vagy nincs olyan kedve, úgyhogy a lapunk legtöbb részét ez viszi el. Úgyhogy én megkaptam első ilyen szervezési anyagnak a hőszivattyúkat. Ez szerintem a tévében töltött 3. hetemen történt. Hál' Isten kaptam egy indulási pontot, hogy ugye a Betesda Kórház, Gyermekkórház Budapesten már kb. 10 plusz éve hőszivattyúkkal üzemel, és hát én rettenetesen bepánikoltam. Tehát tényleg így, én ott voltam még, ugye, akkor még csak 19 éves voltam, azt se tudtam, létezik ilyen, hogy hőszivattyú, hogy őszinte legyek. De valahogy sikerült. Nyilván azért jó volt, hogy volt segítségem, tehát ugye ez mindig jelen van a tévében, hogy nagyon ritkán maradsz te magadra. Szóval elég segítőkész mindenki a hiedelmekkel ellentétben. Ott is azért volt segítségem, és nem is várták el, hogy ezt teljes mértékben egyedül megcsináljam, viszont ahhoz képest egészen jól sikerült. Amikor szerintem azt éreztem, hogy írtam egy jó anyagot, az már szerintem fél évre rá, amikor már szerződtettek is. Szóval ez nem egy sprintfutás. Van olyan témakör, amelyet kifejezetten kedvelsz? Hiszen a híradón belül is korán sem mindegy, hogy mivel foglalkozik az emberfia. Hát igazából külön úgy témakör talán nincsen. Mindennevő vagyok. Tehát, hogy pont ezt szeretem a tévében, hogy az egy dolog, hogy nekünk az a szakmánk, hogy kérdezünk és írunk és riporterek és szerkesztők vagyunk, de ezen kívül, hatalmas idézőjelben, egy napra mindig felveszünk egy új állást. Akár orvos, akár szivattyúszerelő. Tényleg annyi minden voltam már én is, mert egy napra
pont az a dolgunk, ugye, hogy átadjuk az utcaemberének azt a tudást, amit egy szakember tud, csak leegyszerűsítve, hogy megértessük az emberekkel, hogy ez miről is szól. Tehát nekem szinte egy napra ugyanúgy bele kell ásnom magam, mint a szakember, kisebb-nagyobb sikerrel, és ezt kell leegyszerűsítenem. Szóval nekem egyébként nincsen kifejezett preferenciám, inkább csak úgy tudnám fogalmazni, hogy azokat az anyagokat szeretem, amiket jól meg lehet képileg is mutatni. Nyilván igen, ez olyan, mint a kajak 1-es 500 méteren, tehát ott nincs mese, azt kell és azt a távot kell mindig. Legyen az 1 perc, 40 másodperc, 2 perc, vagy így tovább. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy tehát ha magad mögött hagyod a napot, és mindig új nap kezdődik, és új kihívás értelemszerűen, hogy készülsz? Hát ez akkor a legnehezebb, amikor egy-egy nap nem sikerül olyan jól, és ugye utána akkor egyből vissza is kell menni dolgozni. Ez az elején még nagyon nehezen ment, szóval ott még nagyon megviselt az előző napi rossz eredmény, viszont egy idő után át tudunk ezeken lendülni, én úgy érzem. Nagyon sokat segített az is, hogy nekem szerintem még sosem volt igazi leszídásom a tévében, szóval követtem el már hibákat, nyilván mindenki hibázik, és én konkrétan vártam is, hogy jó, tessék, akkor üssetek meg, de nem, soha nem történt ez. Mindig, amikor fülemet, farkamat behúzva mentem oda, hogy nagyon sajnálom, és kijavítom, és minden, akkor csak annyi érkezett a válasznak, hogy csináltál már ilyet? Nem. Akkor miről beszélünk? Honnan kéne tudnod? Azért vagy itt, hogy megtanuld. És ez rettenetesen sokat segített nekem abban, hogy ezeket a hibákat én se vegyem olyan komolyan. Nyilván tanuljak belőle, és jegyezzem meg, de nem fog összedőlni a világ. Ennek tükrében bizonyos vagyok benne, hogy nagyon komoly jövőképed van. Abszolút. Hát egyelőre még ugye nyilván most érkeztem a tévébe, és ahogy említettem, ez nem egy rövid távfutás. Ez egy félmaraton legalább, és ezért is szeretnék minél tovább itt maradni, viszont azzal is tisztában vagyok, hogy szerintem ezt nem lehet életünk végéig csinálni, mert ez a pörgés, ez a hajtás, ez tényleg rettenetesen kimerítő. Szóval én egyelőre azt fogadtam meg magamnak, hogy én addig csinálom, amíg bírom, és ameddig tudom, és ameddig jól érzem itt magam. Szörmentén beszéltünk az igrásról, mert nyilván ez kapcsolódási pont a televíziós műsorkészítéshez is. Foglalkozol írással továbbra is? Én régen nagyon sok verset írtam, és egyébként még novellákat, meséket is. A Vízvilágnapján még egyszer annó egy ilyen Fejér megyei versenyen külön díjas lett az egyik mesém. Azóta sajnos nem tudok annyit foglalkozni ezzel. Egyébként egy olyan pár hónapja írtam újra verset, jó sok idő után, és mindig megbizonyosodom benne, hogy ez a rész még él bennem, és ott van, de most egy kicsit másra kell koncentrálnom, és ez a munkám. Jó, én azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos munka, és én meg kell, hogy mondjam, székesfehérváriként büszke vagyok mindazokra, akik a magyar televízióban helyet és szerepet kapnak, hiszen azért valljuk meg, tetszik, nem tetszik, különböző kereskedelmi csatornákon túl a magyar televízió az, amely hitelesen közvetíti a híreket, amelyekkel napról napra szükségünk van. Úgyhogy én figyelem a pályafutásodat, és bizonyos vagyok benne, hogy ahogy eddig ezentúl is megállod a helyed, és ott leszel abban az élcsoportban, akit jó hallgatni, és jó nézni azokat a híreket, most függetlenül attól, legyen az hőszivattyú, vagy valami más. No, hát Fanni, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és én nagyon sok sikert kívánok minden székesfehérvári és minden magyar tévérajongó nevében, ahhoz, hogy folytasd ezt a munkát, amit elkezdtél, hiszen a tehetséged, alázatod megvan hozzá. Úgyhogy nagy baj nem lehet. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Fidel Fanni volt a vendégem, aki a magyar televízióban képviseli mindannyiunkat, mondom én. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.